példaértékű jelenet a Jászberényi Szent Erzsébet kórház előtt. A szülők, nagyszülők a gyermekeket tanítják, hogy tudják, milyen fontos a kézfertőtlenítés jelenleg. Hát ilyen bánik hangulat van, szerintem ez vesesésed csinált probléma. Igazából kézfertőtlenítőt használunk folyamatosan, és a nagyszülők, akikre jobban odafigyelünk, a kisunokákat most nem visszük egy darabig, hiszen még a gyerekekre kevésbé veszélyes, addig tudjuk, hogy az idősebb korosztályra a leginkább veszélyes. Hát a tisztítószereknek a alkalmazása a legfontosabb tulajdonképpen mindenkinek érdemes, hogyha van ilyen a zsebiben. És ha olyan helyen van, akkor fertőtleníteni kell egy bőkezét az embernek. Így vélekedett az a néhány járókelő, akiket arról kérdeztünk, hogy hogyan látják, mennyire érezhető Jászberényben vagy a Jászságban a koronavírus okozta helyzet. Konkrétan Jászberényi kórházban ez jelenleg még nem olyan éles a kérdés, hiszen hál' Istennek a területünket érintően nincs korona érintettségű beteg. Önkéntes karanténban viszont jelenleg is vannak jászságiak, itt fokozottan kérték, hogy a közösség érdekében ezt szigorúan tartsák be. Jelenleg a kórházban is a felkészülés az, ami fontos, mert eljöhet az a pillanat, amikor az országos, majd a megyében kijelölt fertőző osztályok már nem tudják fogadni a betegeket. Így helyben is meg kell tudni oldani az elkülönítést a megfigyeléshez vagy a kezeléshez. Az igazgató szerint az operatív törzs intézkedései azt szolgálják, hogy ne legyen robbanásszerű járvány. Mi is felkészültünk arra, hogy jelenleg még a járóbetegben csak ajánlás van, hogy csak az akutakat és a nem halasztható szakrendelés elemeket betegekkel foglalkozunk, ugyanígy a fekvőbeteg ellátásban és műtétek kapcsán, ami halasztható, halasszuk el, aminek van következménye, vagy lehet 1-2-3 héten belül, nyilván itt most középtávon kell gondolkozni, azokat elhalasztjuk, minden más beteget ellátunk. Fontos, hogy a teljes zárlatot a kórházakban azzal sem szabadna megszegni, hogy tömegesen kísérjük a járó betegeket az egészségügyi intézménybe. Ne tegyük. A Berényi egészségügyi dolgozókat is érinti a fokozott terhelés, de jelenleg az igazgató a kórház működését tartja a legfontosabbnak, így ebben a nehéz helyzetben az ápolók is az orvosok otthon maradására nincs mód. Ha szükséges, akkor a szakellátásokat is beszüntetik egy időre a vírus okozta friss megbetegedések ellátása és a járvány lassítása érdekében, mondta a főigazgató.